Európai kiállítás ajánlónk első állomása Frankfurt. Miként járultak hozzá a nők a szürrealista mozgalomhoz? Erről szól a Fantasztikus Nők című kiállítás, amelyen 34 művész festményeit, szobrait és fotóit mutatják be. A Schirn Kunsthalléban lehet megnézni őket május 24-éig. Claudia Andujar fotóművész képeiből Párizsban nyílt kiállítás. A svájci születésű brazil fotós és aktivista Brazília egyik legnagyobb benszülött csoportját mutatja be. A Yanomami indiánok az amazonasi esőerdőkben élnek, a venezuelai határ közelében. Andujar képei a Cartier Alapítvány kortárs művészeti központban láthatók. A vatikáni múzeumok Raffaello halálának 500. évfordulójára emlékeznek. A reneszánsz mester 12 óriási fali kárpittyát a Sixtus kápolnában állították ki. Raffaello Santi 10. Leó pápa megbízásából 1515-ben tervezte a kárpitokat, amelyeket egy brüsszeli műhelyben szőttek. Sejemből, gyapjúból, arany és ezüst fonalakból készültek. Jan van Eyck korának egyik legnagyobb festője volt. Belgiumban, a Genti Szépművészeti Múzeumban azt mutatják be, hogy a flamand művész a 15. század elején miként vált a reneszánsz előfutárává. Az Optikai Forradalom című tárlaton, amely április végéig látható, Jan van Eyck több német, francia, olasz és spanyol kortársának festményeit is meg lehet csodálni. Pablo Picasso számtalan stílusban és anyaggal kísérletezett. A spanyol zseni papír alapú munkáiból válogattak egy londoni kiállításon. A Királyi Művészeti Akadémia tárlatán azt mutatják be, hogy csaknem 8 évtized alatt Picasso miket és hogyan készített papírból.